Üdvözlök mindenkit, Robert vagyok. Ebben a videóban a Roll Camera című társas játéknak az egyszemélyes előkészületeit, majd pedig egy végigjátszást fogok bemutatni. Viszont mielőtt hozzákezdenénk, pár szót a társas játékról. Ez egy olyannyira friss társas játék, hogy a napokban, hetekben kaphatták meg azok, akik támogatták a Kickstarter kampányt. A játéknak a fő mechanikája, ahogy az látszik is, meg hát a cím is utal rá, kockákat kell dobálnunk benne, kockákkal fogjuk végrehajtani az akciókat, és ami szintén látszik, egy filmekkel kapcsolatos, tehát forgatással kapcsolatos társasjátékról van szó, olyannyira, hogy maga a dobozon is rajta van, hogy a Film Making Board Game, tehát ez a filmkészítés társasjátéka. A játékban végig velünk lesz ezek a kis, velünk lesznek ezek a kis aranyos, vicces rajzok, tényleg nagyon vicces, és hát talán az egyik legnagyobb dicséret a játéknak az az, hogy én nem is tudom, hogy valaha találkoztam volna ennyire tematikus társasjátékkal. Az alkatrész, tényleg az alkatrészek, az ötletek benne, a megvalósítás, hát egyszerűen zseniális. Félelmetes, milyen tematikus az egész. Egyébként egy kooperatív társasjátékról van szó, azt azért gyorsan el szeretném mondani. Na, de nézzük is akkor, hogy milyen is maga a játék, és setupoljuk fel. Nos, ugye elég sokat dicsértem eddig, hát ugye tematika, meg ugye egyéb dolog, hát akkor nézzük is az első dolgot, ami rögtön, ugye hát hogy máshogy lehetne a dobozt kinyitni, és hát az insert, ha megnézzük. Mint hogyha egy film tekercset vennénk ki. Tényleg, annyira odafigyeltek az apró részletekre, de tényleg olyan mértékig, maga a szabálykönyv, a betűtípus, amit használnak, nagyon aranyos, ugye a képek folyamatosan itt is jönnek, nagyon jól magyaráz a szabálykönyv, és tényleg olyan, mintha egy színész megkapná, vagy éppen tényleg egy ilyen forgatókönyv lenne, egy ilyen script leírás, ugye a filmekhez, hát zseniális, tényleg zseniális. Úgyhogy még mindig a szabályt ide tesszük magunk mellé, hogyha esetleg szükség lenne rá. Na, még az insertet félre tesszük, nézzük a táblát. Ennek két oldala van, hát ezt az oldalt csak így gyorsan megmutatnám, ez nem része a játéknak, ez arra van, hogyha esetleg valaki kedvet kapna, akkor itt van egy ilyen kis fonalvezető, hogy egy ilyen kis filmet meg tud magának tervezni, akár a dobozban lévő kártyák alapján, vagy a kártyák segítségével is. Mi viszont a másik oldalon fogunk játszani, ez egy nagyon jó kis bónusz szerintem, mindenképpen ötletes, és tök jó, hogy gondoltak erre. Mi viszont ezen az oldalon fogunk most itt játszani. Na, azt mondja, hogy itt van a tábla, nézzük az insertet. Hát nem filmtekercs van benne, pontosabban az, de még nem tudjuk, hogy milyen filmnek, milyen tekercse. Még most fogjuk elkészíteni. 6 darab karakterünk van. Egyébként 1-4 főig játszható a játék, de a szabálykönyv buzdít minket, hogy nyugodtan, ha 5-6-an szeretnénk játszani, teljes nyugodtan próbáljuk ki. Tényleg itt csak a társaságtól függ, hogy mennyire van összeszokva, mennyire tudnak kommunikálni, nem ez zavarja őket, most, hogy ilyen nagy kört kell tenni, míg ránk kerül a sor, úgyhogy teljesen mindegy. Itt van az aktuális, tehát az éppen aktuális játékosnak ahogy a jelölője, hogy ezt fogjuk továbbadni, hogy ki jön, és hát ez is annyira a praktikum, ugye itt lehet majd állítani azt, hogy mennyi pénzünk van, mennyi időnk van, erről majd úgyis fogok még mesélni a végigjátszásnál, de tényleg ami a legjobb az egészben, hogy van külön ilyen kis játékos segédletként is működik, mert oda van írva, hogy milyen fázisokon kell végigmenni az aktuális játékosnak, és hát nyilván ez lesz mindig az aktuális játékosnál, mit oda fogjuk adni. Zseniális. Na, ugye azt mondtam, hogy kockákkal kell majd dolgozni, hogy itt vannak a kockák, hát ezeken nem számok vannak, hanem egyéb dolgok, de ezekről majd úgyis mesélek még a végigjátszás során. Van nekünk egy jelölőnk, amit ide a start
helyre kell majd rakni. Ez itt a minőséget jelzi egyébként, hogy a filmünk milyen minőségű lett. Hát ez egy ilyen kis promó lapka, ez nem kell. Viszont ezek a ilyen blokkoló tokenek, ezeket tegyük ide oldalra. Akkor ami kell még nekünk, hogy az ötletkártyák, hát van belőle jó sok, és szükség is lesz rá, mert hát egy forgatáson, ha valami, akkor problémák biztos, hogy lesznek. Na de ha már a problémákról van szó, mindjárt készítjük és elő a probléma paklit. Van nekünk egyébként még 6 ilyen külön játékos segédlet az egyes karakterekhez. Hát ezt majd szerintem a végigjátszásnál válasszuk ki, hogy melyik legyen, és akkor be tudom mutatni mindet, mert érdemes végignézni, mert nagyon viccesek, úgyhogy semmiképpen nem akarom most így átsiklani egyik másik felett. Mindenképpen érdemes a bemutatásra. Na, azt mondja, hogy ezek a kártyák az úgynevezett jelenet kártyák, ezek két oldalúak, itt mutatják majd, hogy hogyan kell egy jelenetet felvenni, itt meg amikor felvesszük, úgyhogy ezeket meg kell keverni. És miután megkevertük, majd van nekik külön a storyboardon, itt a storyboard, a jeleneteket ide kell rakni, akkor van nekünk szem 12 darab ilyen díszlet lapka, keverjük meg, és akkor vegyük két fele, és tegyük ezeket így ide. 6-6, ha jól tudom. Na, itt vannak a problémakártyák. Ez ilyen plusz kis kiegészítő játékhoz, ezzel még most nem játszok. Még annyira azért nem vagyok otthonos benne. Most még így az alapjátékkal próbáljunk csak meg. Na, itt van a probléma pakli. Na, hát ezekkel viszont majd azért meg fog gyűlni a bajunk. Tehát egy forgatás ilyen. Helyezzük a probléma húzó pakliát ide felülre. Akkor ezt elfelejtettem, ezt ki kell rakni, ugye ide egyet-egyet. Akkor az ötletkártyákat megkevertük, azoknak a húzópakliát ide tesszük. Lehet egy icipicit fentebb is költözhetek szerintem, és akkor úgy jobban fog látszódni minden. Jó. Talán így most már jobb lesz. Úgyis ez a, egyébként ez a lényeg itt, ami lent van, úgyhogy majd lehet így jobb. Na nézzük, mi kell még. Ugye a filmnek a címe. Hát ezt úgy oldották meg, hogy ide kell a scriptet rakni, tehát hogy éppen mit akarunk most felvenni. Mármint a magát a film címet. Két részből áll. Ugye van egy felső, meg egy alsó. Mind a kettőhöz van egy-egy pakli. Ezeket meg kell kevernünk. És 1, 2, 3, 4, 5. Választunk 5-öt. És akkor ami felülre megy, az ide jön. A maradékot vissza lehet tenni. Az alsót is megkeverjük. Ebből is 1, 2, 3, 4, 5. A többit vissza lehet rakni. Ez pedig... Na. Hát a film címe, ha minden igaz, Shockingly Outrageous Morons. Na, hát megpróbáljuk majd felvenni. Azt nézem, hogy nem elfelejtettem el valamit, de én szerintem nem. Ugye a karaktereket majd kiválasszuk, a nehézséget majd beállítjuk, mert hogy a nehézséget is be lehet állítani. Úgyhogy kockákra lesz még szükségünk, és igazából minden megvan. Ja, bocsánat, 1, 2, 3 kártyával kezdünk majd, úgyhogy ide jön még 3 kártya, majd a karakteremet itt fogom menedzselni. Úgyhogy hát ennyi lenne, hogy én az órát állítom is le. Amit láthatjátok, 8 perc se, de egyébként elég sokat beszéltem, szokásomhoz híven, nagyon gyorsan kiszetapolható. Hát végül is 3 pakli, mondhatni jó 4, tehát az tényleg csak 5 lap, tehát 3 paklit kell előkészíteni, ezt meg ezt csak megkeverni, ebből kirakni 2-t, meg ezt a pár lapkát kitenni, kockát elővenni, ennyi. Tehát nagyon gyorsan kiszetapolható,
Úgyhogy én szerintem vágjunk is bele a forgatásba. Mert hogy a forgatás idő és pénz. És hát mit is mondhatnék, ha már a tematikáról annyit beszéltem, hogy mennyire tematikus a játék, mint hogy felvétel.